Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Aki ma velem van, Ficsor Zoltán, azaz Fifika. és Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Mert Fifika. hogy Mújó kartárs elfelejtette a mai napot. És ezt ilyen ilyen kicsit megrovóan mondjuk. De hát ugye senkinek a feje nem Káptalan. káptalan. Előfordul ilyesmi. Na mindegy, történt elég dolog a héten, meg leginkább tegnap is. Úgyhogy neki is kezdhetünk akár a történetnek. Történet, történet, történet. Mivel kezdjünk? Hát én annyi cikket találtam a héten, ahol minden nap folyamatosan csak az ment, hogy itt tiltották be, ott tiltották be, amott tiltották be, meg másik amott tiltották be, úgyhogy Az a arról... baj, hogy ez már így megy egy ideje, és rettentően zavaró egyébként. Például azt most olvastam, hogy betiltották New Yorkban is, köztéren, az elektromos cigarettázást, aminek nagyon nem örülök, mert hol fogok vépelni, ha esetleg odasodor az Kimész élet. New Yorkba, akkor nem tudjuk, hogy hol fogsz vépelni. De még mindig jobb, mint amikor már a telefon sem lehet vépelni, nem hogy közterületen. WHO körül kezd kialakulni egyfajta botrány. Ugye a podcastekben említettük azt a kellemes kirohanást, amikor már gyakorlatilag az egyik tisztviselő azt mondta, hogy de hát a cigaretta, az sokkal jobb, mert azon van füstszűrő. És ennek alkalmából most azért a héten igencsak neki mentek az e-cigaretta hangadói, illetve az e-cigaretta mozgalom vezetője a WHO-nak, ami egyébként nem meglepő a történtek fényében. Ugye kezdődött az orvoscsoporta, aztán folytatódott a farszalinozdokival. Az EVUN, az Európai E-cigaretta Egyesületeket tömörítő szervezet szintén egy levélben fordul a WHO vezetőjéhez. Ennek a fordítása egyébként már megvan a mi részünkről, még egy pár tagállamnak a fordítását várjuk, és én nagyon bízom benne, hogy a héten nyilvános lesz ez a levél is, de addig esetleg szemezgessünk belőle, Charlie. Na, szemezgessünk. A levél tartalmát tekintve egyébként azokat az ostobaságokat sorolja föl kedves doktor Chennek, aki egyébként reméljük, hogy fog erre a levélre reagálni. A European Vapers United Network nevébe írta a levelet egyébként Hazel Mabe, és gyakorlatilag a COP6 előtti, talán nem is tudom, gondolataik felülvizsgálására hívja fel a figyelmet. Maga a levél úgy kezdődik, hogy senki sem halt még meg, vagy betegedett meg a vépeléstől, ugyanakkor milliók halnak meg a dohányzás, az autók és az ipari szennyezés füstjétől. A vépelés nem egy csodaszer, de bizonyosan csökkenti a halálozások számát. A kérdés csak az, mennyivel.
még ha csak egy életet is mentene meg, néhány bámészkodót zavarva a kibocsátott gőz bizonyára megérné. Nem gondolhatja komolyan, hogy az okozott látvány hiánya többet ér egy ember életnél, még ha csak egy megvetett dohányosról is van szó. Ilyen fölvezetés után gyakorlatilag végveszi a levél azokat az ostobaságokat, amiket a WHO az utóbbi időben hangoztatott, megszellőzteti egy icipicit a gyógyszergyárakkal való kapcsolatot, illetve vélt kapcsolatát a WHO-nak, illetve hát a valószínűnek tartom azt is, hogy bizonyos csatornákon keresztül akár a dohánymultik is benne lehetnek. És három kérdéssel, illetve két kérdéssel és egy gyakorlatilag fölkiáltással zárja a levelet. Azért nem idézek belőle többet, mert szerintem ezt mindenkinek el kell olvasnia. A levél az így zárul. Miért nem mutatják meg nekünk, hogy nem csak a piaci és politikai érdekkörök véleményére nyitottak, hanem az átlagos emberekére is? Miért nem hívnak meg minket, hogy megszólalhassunk a COP6-on? Hadd tapasztalhassa meg Moszkva az igazi emberek forradalmát. Hát, reméljük, hogy ez nem fog visszhang nélkül maradni. Gyakorlatilag a belga független Vaper Egyesület, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Dánia, Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, Svájc, Norvégia, Finnország, Lengyelország, a Csehköztársaság és Magyarország egyesületei jegyzik ezt az írományt. Amint ez hivatalossá válik, abban a pillanatban minden csatornán kommunikálni fogjuk. Érdekes egyébként, hogy az utolsó, hát csak az utolsó 4-5 napot nézem az RSS feedemben, ahol a vaping szóra szűrök, és csak olyanokat találok, hogy a nagy dohánycégek miért lobbiznak a szabályozásért, hogy tényleg egészségesebb az e-cigaretta, mint a hagyományos. Érted? Tényleg egészségesebb, mint a hagyományos, tehát ez kérdés. Aztán van még itt körülbelül minden második, harmadik RSS feedben előjön a WHO szó. Átveszik, amit a WHO nagyon okosan kitalált és kitálalt, és folyamatosan csak azt látom, amit mondtam a bevezetőben is, hogy itt tiltják, ott tiltják, amott tiltják. Most egy pár szemelvényt kiragadnék ebből, amit be is raktam a show notes-ba. Monterey Parkban betiltották. Azt kell róla tudni, hogy és ráadásul egy olyan ember nyilatkozik itt, aki szintén véper, és ő meg azt mondja, hogy hát ő szerinte ez teljesen rendben van, mert hogy kezeljük úgy, mint hogyha ez dohánytermék lenne, és már ilyen oldalról is közelítik meg, tehát gyakorlatilag már a véperek között is az van, hogy húzzuk be fülünket, farkunkat, és de akkor én kérdezem, hol? Hol? Mert már ugye ezekről is szó volt a lakásban. Ne, mert akkor ott a dohányzáshoz hasonlatosan a másodlagos egészségkárosító, ugye a kilélegzett gőzzel majd a családtag, ami szintén egy badarság. Szóval értem én, hogy szabályozni kell, de itt van a másik cikk. A megyei tanácsbiztosok szavaztak ülésen, 4-0 arányban járultak, illetve szavazták meg, hogy az elektromos cigaretta az minden megyei épületben és járműveken tiltott legyen. A járművekkel egyet is tudok érteni, mondjuk. De hogy megyei épületekben, és akkor ott ugye van egy videó is a cikkben,
azokra a kollégákra hegyezték ki ezt, akik a munkahelyen vépelnek, és a másik kollega, aki nem vépel és nem dohányzik, csak őt megzavarja ez az egész, hogy azt látja, ugye, hogy gőz jön ki, és hogy ne keltsenek bennük ilyen kételkedő, kérdéses történeteket. Tehát már megint az emberi hülyeségre és tájékozatlanságra Nekem úgy kell válaszolni. az a véleményem erről, hogy ez szerintem mindenhol konszenzus kérdése kéne, hogy legyen egy-egy munkahelyen, mondjuk ahol nem dohányzók, nem vépelők, mondjuk vépelőkkel vannak összezárva. A másik dolog pedig az, hogy még azt is el tudom fogadni, hogy bizonyos munkahelyek, bizonyos munkaköröknél mondjuk azt mondja a munkáltató, hogy oké, ez szalagmunka, nem tudom én mi, közben ne csinálja mást, arra koncentrálja, ami a munkád, mert bekaphatja a gép a kezedet, vagy bármi, szóval nem jó az ott, hogy ottan mutogatsz még a kezedben, vagy a mit tudom is, én a lézeres szenzort megzavarja a pára. De akkor könyörgöm, ezeken a helyeken különítsük már el a dohányosokat és a vépelőket. Tehát ha azt mondja, hogy a dohányosnak ki kell menni az épületből, attól még a vépelőt nem kell kiküldeni az épületből. Nyilván egy helyiségben nyugodtan elmehet 5 percig vépelni, aztán majd visszaáll a szalag mellé. De az, hogy egy platformra helyezi a vépelést a dohányzással, és ez most már és az az érdekes, hogy ugye egyrészt van egy társadalmi nyomás, nem, bocsánat, igen, tehát egy ilyen gerjesztett, akkor inkább ez a jó kifejezés, van egy gerjesztett társadalmi nyomás abba az irányba, hogy a vépelők és a dohányosok összemosódjanak, és van egy gyártói nyomás a dohányosok vagy a dohánygyárak felől, hogy a dohányt összemossa a vépeléssel. Tehát gyakorlatilag mi a két tömeg közé szorultunk, és most már láttam olyan plakátot, ahol azt a fajta vaporizert, amit a dohánygyár dobott piacra, már úgy hirdeti, hogy sokkal, de sokkal egészségesebb, mint bármi más, mert kimaradt belőle a papír. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy a papírt teszi meg most már a dohánygyár. Emlékszel azokra a régi plakátokra, amikor Igen, még a igen. dohányzás Sportolás gyógyszerként után. való, jó? És most megtalálta, szerintem ez fog történni a piacon, megtalálták a papírt, mint bűnbakot, és hogyha kijönnek ezek a papírmentes dohánytermékek, vagy elektromos, vagy ugye most már láttunk Kínából szúrólángos propánbutángázzal működő vaporizátort is, szárazanyag égetőt. Ha ezek kijönnek, akkor azt a hamis érzetet keltheti a dohányosba, hogy most már ő megszabadult a papírtól, ami a legnagyobb vártok, és amikor én dohányoztam, meg amikor te dohányoztál, emlékezz vissza, akkor mindig azt mondtuk, hát igen, itt a papírral van a legnagyobb gond, mert abban van a kátrány, a többi az tök jó. Hát nem csak azzal van a gond, hanem még azzal a több mint 1000 vegyi anyaggal, ami a dohány elégetésekor keletkezik. És valamelyik nap beszéltem egy dohányosra, aki ült velem szembe, és arról győzködött, hogy higgyem el, hogy a cigaretta egészségesebb, mint az a szar, amit szívok. És ez teljesen meggyőző módon adta elő. Tehát engem akart visszatéríteni kvázi a dohányzásra, hogy szóval egyszerűen valami elmebeteg helyzet Ezért kezd mondom, hogy kialakulni. ezt jól csinálják, okosan csinálják, Okosan mert csinálják, csak nem azt basszus a mondják, mi kárunkra. persze, csak ez úgy megy, hogy ők nem direktben téged tiltanak, hanem így a kételkedés magvát elhintik, és majd a hülye politikusok vagy bárki más, aki képes nyomást gyakorolni,
Betiltja itt, betiltja ott, betiltja amott. És emlékszel, hogy mekkora tejjelmézzel folyó kánaán volt, hogy fú, hát a cégéhez képest ez mindenhol lehet. A munkahelyen lehet. És Most aztán már sehol. óvatosan, hát a repülőtéren nem, hát étteremben nem, hát buszmegállóban sem, hát közintézményekben sem. És gyakorlatilag, és akkor hol? Megint ez a kérdésem. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a túlzott tiltás egyfajta rossz növekedést is okoz. Tehát tudod, hogy amit tűzzel, vassal tiltanak, lásd Amerika az alkoholtilalom idején, tehát amit tűzzel, vassal tiltanak, arra még az is rá fog vetemedni, akinek egyébként eszébe nem jutna. Attól félek, hogy ez Ez annyira, a... annyira azért nem látványos a dolog, és Annyira nem látványos. pont a New Yorki példánál maradva, ahol betiltották, és ja, bocsánat, nem is a New Yorki, az angliai, a BBC.com-on, pont a harmadik pont, ha nézed, azon gondolkoznak, hogy betiltják ezeket a vaping bárokat, tehát ahova leül az ember, és ki van rakva a kis Hát Helix szettes történet, és azt szívja, amelyiket szeretne, vagy kóstolgatja, és ugye elmondja a videóban, ott van egy videó, azt érdemes megnézni, 2 év alatt megháromszorozódott a száma a vépelőknek Angliában, és több mint 2 millió e-cigi felhasználó van. És azért az nem kevés, ez látszódott is a találkozójukon. És akkor jönnek ezek, ami New Yorkban is, vagy Amerikában is, hogy betiltják, mert bassz meg, az jó. Illetve hát az nem jó, és ezért betiltjuk, és aztán csodálkoznak, hogy a dohányosok száma emelkedett. Végül is az nem baj, de emelkedett. Ez egy annyira, nem is tudom, ánok és álságos dolog, hogy tiltjuk a cigarettát, de közben iszonyúan kell az az adóbevétel, amit okoz. Tehát úgy kéne valahogy látványosan tiltanunk, hogy közben ne csökkenjen a dohányosok száma. És azok az emberek, akik egyre többen áttérnek az e-cigarettára, és mindig azt mondom, hogy ők nem lejöttek a szerről, hanem egy alternatív megoldást De már ezt is találtak. Olvastam, hogy már ezt sem említsük. Már ezt sem említsük? Igen, meg egyáltalán azt, hogy abba hagyta a dohányzást, mert hogy elektromos cigarettázik, és hogy ne, ezt így ne, hát nem. Ő hát nem akkor hagyta abba, most mert hogy a nikotint ugyanúgy viszi a szervezetébe. Visszafojtottam egy büfögést, mert följött volna a kaja ezektől, hogy de hát édes fiam, baszódjál meg. Mert hogy csak olyan ember beszél ezekről, és hirdeti az igét, aki se nem dohányzik, tehát kurvára leszarja, az elektromos cigarettát meg azért szarja le, mert az se érdekli. És ilyeneket hoznak föl ezek a szokásos dumák, hogy az íze az megtévesztő, mert mennyi embert megtéveszt az, hogy mindenféle finom íze van, és aki nem dohányzott, az is rászokna. Azt éred el vele, kisbarátom, aki nem dohányzott, és ezt szívja, és utána esetleg még nikotinost is szív, esetleg, hogy utána, amikor te ezt a szart betiltod, akkor mit fog csinálni? Cigarettázni. Visszamegy. Hát nem visszamegy, mert rámegy. Igen, igen. Így van. Így van. Szóval nagyon-nagyon sokat ártanak egyébként az egészségügy nek ezzel. Egyrészt ugye lenne egy olyan eszköz a kezedben, amivel gyakorlatilag nagyobb problémát, sokan nem tudják a dohányzást abba hagyni. Azért, mert jól esik neki, azért, mert szüksége van a szervezetének arra a nikotinra. Tudom, van tapasz, van, nem tudom, mindent kipróbáltam. Ja, meg ezekkel is jönnek, bezárólag. Hogy a nem ellenőrizhető a nikotin mennyisége. Na, itt ellenőrizhető csak igazán, kis barátom. Tehát
Itt a bevitt nikotint, azt gramra pontosan tudom, és azt is tudom, hogy a ráírt nikotin tartalomnak a töredéke szívódik föl a szervezetembe. Tehát amikor te egy év után elszívsz egy szál cigarettát, az olyan, mintha lerúgta volna az elefánt bácsi a fejedet, akkor érzed a különbséget a cigaretta és az e-cigaretta között. Tehát valóban az van, hogy 30 percig kell szívni az e-cigarettát, hogy annyi nikotint bevigyél, mint egy gyönge light cigarettával, és miután ez 30 percre osztódik el, és nem háromra, ezért nincs az a fajta zsibbadás, fejbe rugás érzés. Lehet egyébként, hogy egy pár embernek ez hiányzik, de egész más. Tehát a reggeli első cigaretta, én nagyon emlékszem, az mindig egy ilyen zsibbadásos kómával járt. A reggeli első fél óra e-cigarettázásom észre se veszem. Se a tüdőmen, se a szervezetem nem úgy reagálja le, nincs oxigén hiányom. Egyrészt, másrészt meg ez egy szabadidős tevékenység. Hagy válasszam már én meg azt, hogy mivel mérgezem, esetleg ha mérgezem magam, mert szerintem, ha kocka cukrot ennék két marékra, sokkal többet ártanék magamnak. De azt például senki nem veszi el, se a gyerektől, és van ízesített cukor, és van mentolos cukorka, és van cukros cukorka, és Bagoly Berti minden ízű cukorkája, az teljesen rendben van. És akkor jön a másik ökörség, ez hogy a kapudrog a fiataloknak. Hát barátom, inkább ez, mint a marihuána, vagy az igazi cigaretta. És ma jártam benne épp a kisboltunknak a trafikjába, mert ugye a drága jó pénztárgépük dobott egy hátast. Valami kiírt valami angol szöveget, beívtak, hogy nézzem már meg, hát ha tudok vele valamit kezdeni. És elképedtem, hogy azok a cigarettamárkák, amiket én egy évvel ezelőtt szívtam, mind kapható sodródohányba. Mert az emberek úgy reagáltak a cigaretta áremelésre, hogy inkább maguk sodorják otthon a cigarettát, mert akkor még így mindig olcsó. Ahelyett, hogy azt mondaná az egészségügyi vezetés, gyerekek, itt van az e-cigaretta, hát ez remek jó. De hát ugye sajnos adóbevételben nem tudja azt produkálni, mint amit tud produkálni a dohány, úgyhogy tiltsuk be. Az a legjobb. Az a legjobb. Dögöljön meg mindenki, és tiltsuk be. Dohányosok dohányozzanak tovább. Majd lesz a papírmentes cigaretta, ami sokkal jobb lesz. Vagy együnk zöldséget, mert az egészséges. Se! Mert hogy Arról tudnék mesélni egyébként, a de Csörmegen jelent meg egy érdekes cikk, ugye, hogy mindig ezzel jönnek, hogy micsoda káros vegyületeket találtak, toxikus fémeket, mit tudom is én. A USC, mint szervezet, megnézte, hogy mik ezek az előfordult anyagok. Ugye ők azt mondták, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül 10-szer kevésbé mérgező az elektromos cigaretta, mint a hagyományos dohány cigaretta. És még jobb ennél, hogy olyan kimutatások is vannak, hogy közel a zéróhoz az e-cigarettának a gőze, mint rákkeltő anyag. Tehát ez a megállapításuk, és erre jönnek ugye mindenki, hogy aggódnak, hogy mérgező fémek vannak, és ugye soroljuk fel ezeket. Azt mondja, hogy a kutatók azt találták, hogy ugye nikkel, hogy az e-cigarettában 175 nanogram nikkel kerülhet be a szervezetbe. Nézzük meg, hogy mennyi a küszöbérték a nikkelnél. 1000 nanogram per nap. Tehát ez a küszöbértéke körülbelül 8-szorosa. igen. De hogyha valaki csak
azt mondja, hogy de van benne, akkor neki megemlítik egyébként, hogy a paradicsommártás, amivel mondjuk a spagetti szószt elkészítik egy rozsdamentes acél edényben, és mondjuk nem új edényt használunk, hanem Ami már egyébként előírás, tehát igen, tehát nem egy új edény, mondjuk már 10-szer használtuk, tehát ennyi a főzési ciklusa, milyen szépen fogalmaznak. Egy adag spagetti szósz átlagosan 88 nanogram nikkelt tartalmaz, tehát az esti tányér spagetti, ez sokkal mérgezőbb, mint az egy cigaretta gőze. 88 nanogram, 175 a cigaretta. jó, Egy aztán adag. látom, hogy itt kitérnek a krómra, Hát itt azt mondja, hogy ami egyébként meg, ha jó gondolom, az összes ilyen multivitaminban előforduló anyag. azt mondják, hogy 300 nanogram, tehát 3 tized mikrogram króm van az e-cigaretta gőzében. Ennek a káros szint, tehát a küszöb értéke az 1900 és 3300. De most, ha 3000-re kerekítünk, akkor a tizede. És ne felejtsük el, hogy a króm megtalálható az ivóvízben, étrendkiegészítőkben, Így vitaminokban, van, ahogy mondtad. így van. De egyébként fél csésze brokkoli 11 mikrogram krómot Krómot is visz a tartalmaz. szervezetedbe. 11 mikrogrammot, egy fél csésze. Aztán mi van még itt? Ugye volt akkor a nikkel, a króm megvolt, itt van még a... Igen. Azt Mi mondják a van még itt? kutatók, hogy az e-cigaretta ugye 10-szer kevésbé mérgező, mint a hagyományos cigaretta, és ez egy trendi, izgalmas terület ennek az iparágnak, amely iparág ugye az elektromos cigarettázókra épül, és szerintük itt lenne az ideje arra, hogy annak, hogy a félretájékoztatást befejezzék, és megismerjük a tényeket és információkat az e-cigarettával kapcsolatban, és hogy a közhiedelemmel ellentétben az elektronikus cigaretta, várjál, akkor inkább úgy mondom, nem az elektronikus cigaretta az ellenség. Ez így van, ez így És van. hogy a legnagyobb fegyver, a fenyegetés, az a dohány, és ezzel kéne fölvenni a harcot. Visszatérve az élelmiszerekre, például aki mondjuk ilyen tavaszi zöldség kedvelő, tehát amit még a fóliaházakban állítanak elő, és most már egyre több helyen van az, hogy már nem is fő, például salátát azt gyönyörűen lehet hungarocellapokon Az termelni. hagyján, várj, én múltkor paradicsomot láttam, ilyen, mint egy gyár, nem gyárki, mint Ezt ilyen 10-15, depóni. ilyen Igen. 10-15 méter magas oszlopokban, és alul csak tápvíz volt, vagy hogy mondjam, Tápoldat, tápoldat, igen. depóniának hívják. Azoknak csak így elrettentésképpen mondom, hogy ugye ott a nitrogént azt nyilvánvalóan nem a talaj szerves növényi részeiből veszi fel a növényzet, hanem műtrágyából. És ezek a mondjuk maradjunk egy paprikánál. Ezek a paprikák, hogyha megnézed, akkor nagyon leves, vastag, súlyos paprikák, amik gyakorlatilag a túladagolt nitrogén műtrágyától tudnak ilyenné fejlődni. Maga a növény az a nitrogént nitritté alakítja át magába méreg. Megettem Várjál, két várjál, ilyen várjál, várjál, paprikát, én. várjál, várjál. Az utolsó fél mondatod lemaradt, mert megszakadt a hangod. Tehát maga a nitrit az méreg. Nem kell vele sokat harcolni. Ha megeszel két fej ilyen paprikát, mondjuk zsíros kenyére, akkor garantálom a másnap reggeli hasmenést. És ezt mindenki megfigyelheti magában. Ahogy elkezdi a primört fogyasztani, a szervezete úgy reagál rá, hogy megpróbál minél hamarabb megszabadulni tőle. És akkor miről beszélünk itt e-cigaretta ügybe? Mindig csak arra tudok visszaemlékezni, amikor
Ugye én nem az 1 forint 20-as kenyérnél születtem, de Nem volt egy forint, 3 forint 60 fillér volt a kenyér, 360? csak igen. Szerintem nem tudom, tehát ilyen 10-20, Egy kiló, 10-20 kenyér, környékén, hanem. 10-20 környékén léptem be itt a bizniszbe, és akkor ugye nekünk otthon volt kertünk, mert kertesövezetben laktunk, és paradicsom, paprika, meg ami kell, és hogy olyan szívesen ettem a paradicsomot, mert szerettem. Én évek óta nem tudok egy jó ízűt enni a bolti paradicsomból, mert ez a hókat, narancssárgás, olyan Ami kemény. egyébként pirosítóval érnek el. Tehát az érést azt úgy kell szabályozni, hogy egyszerre tudják szedni a paradicsomot. Nem úgy történik, hogy kimennek, azt leszedik az érettet. Ott a fóliaházba egyszerre kell, hogy beérjen a paradicsom. Szedés előtt egy héttel bemegy a kis permetezővel, megpermetezi, egy hét múlva mind piros. Érted? Na, szóval egész Ennyi. más volt. Most megint, minthogyha, és ez itt a reklám helye, a Tesco-ban találtam, de nem a hagyományos paradicsom, hanem ez a pici koktélparadicsomszerű, és ráadásul a Tesco gazdaságos, illetve abból egy picit drágább, ez a Tesco Finest paradicsom, ami pici, az illata ugyanaz, mint gyerekkoromban, És paradicsom íze van, igen, fürtös paradicsom, fürtös igen. paradicsom, ez a pici, és valami kurva jó íze van, és azt szeretem. De paprikából, és hallod, én nézem az embereket, hogy borzasztó milyen igénytelen egy faj vagyunk, de lehet, hogy csak én vagyok furán bekötve, hogy ha elmegyek vásárolni, megfogom, megnézem, ha tetszik, berakom, ha nem, ott hagyom. És számolatlanul látom az embereket, hogy szerintem fölírta neki otthon az anyjuk, hogy hozzá 1 kiló paprikát, és ő oda megy, és számolatlanul dobálja bele az zacskóba, nem nézi, hogy milyen, hogy löttyet, hogy már azt valaki visszatette, hogy rohad a vége, meg a faszom tudja. És Sajnos ez megvan az 1 kiló, kész. van, hogy egy picit egyrészt igényesebbnek kéne lennünk magunkkal szemben, másrészt valahol az élelmiszeripart is meg lehet talán érteni, de annak idején, amikor a csirke azt mondja, hogy tavasszal megvette anyám a napos csibét, és Úgy, azt ott úgy. elrohangáztak az udvaron, és valamikor szeptember-október végén kezdtük el vágni őket, tehát több mint fél év kifutása. Akkor kezdődött a betakarítás. Igen, több mint fél év kifutása volt, és akkor is még csak ilyen kiló 20 környékén jártak a csirkék. Most 40 nap alatt lesz a napos csibéből baszki másfél kilós vágóállat. Tehát ha így végig gondolod, érted, hogy ezt fölvennéd kamerával, nem tudom én, fél óránként lefotóznál egy csirkét, akkor látnád, hogy Igen, így ez wow, a 40 nap alatt így csirke óránként timelapse videó. csirke timeless videó, igen. Tehát az valami brutális, és én ezt annak idején a TSZ-ben voltam aktáros növényvédő, és Bocsánat, szabad ne feled, egyszer valaki meg fogja kérdezni, hogy te már csak akasztott ember nem akasztott voltál? ember nem voltam, így van. És emlékszem rá, hogy meghozták a napos csirkét, és minden nap egy olyan 3-4 méterrel, ugye rekeszteni kellett őket, hogy nem mozogjanak. Érted? Tehát a csirkeszállításkor a némelyik csirkének ilyen eldeformálódott lába volt, mert tudod, odarakták arra az egy szalmakupacra, és azon nőtt föl. Tehát az nem ment onnan 2 métert. És mindig vitték arra a rekesztést. És akkor néztem, hogy naponta először csak 1 méter, másfél, kettő, aztán volt olyan, hogy nap már 3 métert kellett arra vinni, mert ugye tömegében a csirkék úgy nőttek. És 45 nap múlva szállítás volt. Tehát ott nem volt mese. Szóval valami eszméletlen, hogy mennyire eltávolodtunk. Egyrészt a városiasodás az, ami ugye ezt okozza, hogy egyre kevesebb embernek kell megtermelni, egyre több embernek az élelmiszerét, és én már látom, hogy lesz ebből a lombikba növesztett húsból is valami. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ezeket a technológiákat is be fogják vetni. Sokkal egyszerűbb lesz, érted, mint terelgetni, meg ganézni az állatok alól, megetetni őket. Lombikba is tudsz másfél kilós sonkát nevelni, tehát nincs ebből probléma.
De hogy annak milyen íze lesz, hogy mindig azt szoktam mondani a gyerekemnek, hogy anyám annak idején a konyhában, amikor fölvágta a paprikát, azt kin az udvaron lehetett érezni az illatát. Most a fölvágsz egy paprikát mellettem, nem érzem, hogy paprika van az asztalon. Igen. Birkák vagyunk. Be. Na és akkor még a Várjál, héten. Ja, várjál, mondja. egy nagyon pici off-topic, most olvastam. Emlékszel, beszéltünk a Sartúróról. Igen. Azt láttad, hogy megvan az ára? Nem. Kezdjék kuporgatni, 159 euró. Az Tehát húzós, gyerekek. aki nem tudná, ez a Scarabeus, a Typhoon-nak a elektronika nélküli készüléke, és most itt csak így tényleg németből, olyan hülye vagyok, mint a seggem, translate-tel fordítom itt németből. A feszültségesés az 0,02 és 0,07 század volt. 0,2 az 10, és 7 század az 30 ampernél. A gomb az egy zöld LED, ami világít, hogyha nyomod. Hogyha 3 volt alá esik az akkumulátor feszültség, akkor elhalványul. Gombzár, amiről találgattunk. Hogyha az akkumulátor be van téve, a LED pirosan világít és rezeg. Azt mondja, használható akkumulátorok 18350, 500, 650. Átmérő 23, hát ezen nem lepődök meg. A 18350 64 milli, 64 milli. A 18650-et nézem, 94. Azért az nem rossz. Hát az nem rossz, csak akkor ez gyakorlatilag úgy fog működni, mint egy meha, csak elektronikus a kapcsolója. Igen. Így van. 50 000, azért az csibészes. Hát meg a fene tudja, hogy Meg a fene tudja, hogy mire bekerül, igen. mi lesz vele. Azt mondja, hogy nekem ugye van egy veszőparipám, tudom. Mondja csak a 18650-esnek a Méretét? méretét. 94 milliméter. Most ehhez képest ugye a Dani a 18650-es 110 milli. És abban azért van egy elektronika. Itt meg Igen, elég elmondásuk komoly. szerint van egy baromira kicsi veszteséggel bíró készülék. Úgy azért azt ilyenkor mindig meg szoktam jegyezni, hogy tudjuk, hogy az első ilyen érintő, illetve hát nem az érintő kapcsoló volt abban a módban a nagyszerű dolog, hanem hogy elektromosan kapcsolt a készülék, és hogy az első az magyar. Ez én voltam, ez a pittyegés. Nézd meg azt a képet. Az egy 350-es. Erre rátekered a tájfunt, egy long drippel, és hosszabb a tájfun. Hosszabb lesz a tájfun, mint Drip a... nélkül. Ja. Fú, jaj, elmentünk a bazáriság felé. Látom a Milyen? színes gyűrűket, ha tovább lapozol. Ajjajjajjajjaj, de bazári. Ez nagyon bazári. Kattingatod a képeket? Van egy kép, ahol ott van egymás mellett 8 szín, és tovább mész egyel, és ott van a Scarabeus két piros gyűrűvel. Hát az nagyon durva. Fú, hát ez két pálcás céllövöldés. Egyébként tényleg roppant kicsi. Aha. Igen. De figyelj, egyébként lehet, hogy élőben más lesz. Tehát
az is lehet, hogy tetszeni fog. Van pénk is. Üzenem a pénk rajongóknak. Van pénk is. Szerintem jó, jó lesz ez. Jó lesz ez, bár mondom, ezen az áron még azt gondolom, hogy egy picit tolok hozzá, és még mindig inkább a Danit választom. Na, ez egy ilyen kis kitérő volt az ecigi világában az jó, de érdekességek most azért felé. beszéljünk már egy picit fölemelőbb dolgokról is. Holnap, azaz amikor majd ezt a podcastet hallgatni fogjátok, lesz a Nem World jó, ez VP. nem volt, várjál, javítsuk. Tehát Nem. csütörtökön. Csütörtökön, jó. Csütörtökön lesz a World Vaping Day. Most már ugye azt mondhatjuk, hogy hagyományosan a World Vaping Day. Az Egyesület oldalán lesz egy mondat, amit kérni fogok, vagy kérni fogunk mindenkit, hogy ossza meg. A mondat az nem a mi találmányunk. Ezt egy vapor mondta el Clive Batesnek, aki egyébként egy memorandumban fordult a közegészségügy nagyágyúihoz. Ugye a hét az a kirohanások hete egyébként is. Aki azt írta, azért elcigizem, mert szeretem csinálni, nem árt senkinek, és tovább fogok élni. Szerintem ez a világ legtömörebb mondata arról, hogy az ember miért elcigarettázik, úgyhogy a World Vaping Day alkalmából arra kérünk mindenkit, hogy majd ezt a mondatot a saját oldalára is tegye ki, vagy ossza meg az Egyesület bejegyzését, és mindenféle bohós, bohókás, elcigarettás képeket fogunk holnap kipakolni az oldalunkra. Egyik vapertársunk volt olyan jó, és csinált pár ilyen geget, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy holnap látogasson az Egyesület weboldalára. Azért nem készültünk nagyobb megmozdulással, mert ez a csütörtök, ezt mindenkinek tudjuk, hogy munkanap. Semmi értelme nem lett volna szerintem erre bármilyen kritikus tömeget összehozni. Úgyhogy bízunk abban, hogy a munkahelyen vagy ott otthon este erre tudtok szakítani időt, és a munkahelyen nem, vagyis hát csak addig, míg ott be nem tiltják, tudod. Még be nem tiltják, de akkor az internetet is. Tudtok erre szakítani időt, és minél több emberhez eljuttatni ezt a fajta pozitív üzenetet, ami egyébként szerintem rettentően hiányzik most az e-cigaretta körüli vitákból. Picit meg kéne nyugodnunk, nyilván seggbe kell rúgni, akit seggbe kell rúgni, csak azt érzem, hogy így az e-cigaretta így kezd ebbe a balhés mocsárba besüllyedni, ne süllyedjen bele. Tehát ez egy pozitív üzenet legyen minden még dohányzó, vagy már nem dohányzó számára, hogy van ez a lehetőség, és ez jó, és ezzel élni kell. Tehát picit próbáljuk meg fölhúzni a sárból, amiben most a kommunikációs viták taszítják ezt az egész dolgot. Direkt nem mondtam, hogy történetet. Visszatérve a Clive Bates memorandumára, ő ebből a mondatból indul ki, és ezt a mondatot vesézi ki, hogy mit csinál egy vaper. Ugye azért elcigizem, mert szeretem csinálni. Ő a brit helyzettel foglalkozik, és a brit egészségügy nagyágyúinak címezte az egész mondandóját. Tehát ha végigolvassátok a cikket, ami kint van a vaper.hu-n, és a Christian fordította ráadásul, aki most azért elfelejtette ezt a szerdai napot.
tehát mondom, tehát a brit helyzetből indul ki, és ugye arról beszél, hogy a vépelés egy szabadidős tevékenység, egy hobbi, enyhén pszichoaktív anyag a nikotin fogyasztására, amit jelenleg is űz nagyjából 10 millió brit, és zárójelben odaírta Krisztián, hogy másfél millió magyar, főként a lehető legveszélyesebb beviteli formájában, cigarettaként. A nikotin önmagában nem kifejezetten ártalmas az egészségre, nem okoz bódulatot vagy mámort, nem sarkal erőszakra senkit, nem okoz balesetet, a kockázati szintjét a legtöbbször a koffeinhez hasonlítják. Még csak nem is annyira okoz függőséget, mint gondolnánk, még kevésbé, ha a dohányzás helyett a vépelésként jut a nikotin a szervezetbe. Tehát a cigaretta használói úgy döntöttek, hogy ezt dohány elégetése nélkül szeretnék megoldani. Innen az elképesztő egészségügyi előny. Helyette a technológiát, az ízesítéseket és a testreszabhatóságot részesítve előnyben, sokunk számára ez remek szórakozás, és idézőjelbe kockulás. Vagy mondhatnánk azt is, ugye már nálunk bejáratott szóval, hogy vérgőzölés. Talán feltűnt már, de senki sem mondja azt, hogy jaj, de szeretem a, nem tudom mi ez a Sempix, borzasztó mellékhatásokkal rendelkező leszoktató tabletta. Vagy hogy a nikotin tapasz remek móka. Ez a cigaretta termékek, ezek ciga, ez az e-cigaretta termékek nem gyógyszerek, a vépereket nem szabad betegként vagy kezelés alatt állóként, esetleg leszoktató terápián résztvevő személyként azonosítani, vagy hasonló módon megpróbálni beskatujázni a gyógyszerészeti modellre épülő közegészségügyi szemléletbe. Tehát szerintem minden benne van. Minden benne van. Nem ártunk vele senkinek, tovább fogunk élni. A véperek úgy gondolják, hogy ti nem értitek ennek az egésznek a működését, és hogy nem érdekelnek benneteket a bizonyítékok, és ugye ez a mondat már a közegészségügyi vezetőknek van címezve, és elmagyarázza, hogy mi is gyakorlatilag a véper mozgalom. És ez egy picit kitér arra az összehangolt támadásra, ami az utóbbi időben az e-cigaretta felhasználókat éri. Ha támadás, akkor Mindenféleképpen nem. ne felejtsük el egyébként a Twitter bombot sem. Ajánlom Ez... végigolvasni. Még egyszer? Mindenféleképpen ajánlom mindenkinek, hogy olvassa Ja, végig bocsánat, csak szakadoztál, a azt hittem már cikket. befejezted. A támadásra jutott eszembe, hogy az előző podcast adásban is megemlítettük a Twitter bombot, úgyhogy nyugodtan lapozzatok vissza, mert az időpont az közeleg. Bizony, bizony. A másik heti kirohanás az a jó Pharcelinos doktor reagálása volt. Tegnap feltöltésre került az UCSF, ez a San Francisco Egyetem blogjára egy válasz a WHO jelentésre kiadott elemzésünkre. Sajnos nem követem a blogot, mert az ott szokásos cenzúra mértéke és az eltérő véleményű válaszok kimodellása szimplán sértő. De néhányan szóltak róla, így hát megnéztem azt. A válasz, ami hosszabbra sikeredett, mint a mi kritikánk volt, komoly problémákat fogalmaz meg az e-cigaretták biztonságosságát illetően. De ha a benne bemutatott bizonyítékokat megnézed, mindössze két tanulmányt említ az írás. És végig ellemzi azt az egyébként tényleg aggasztóan, nem is tudom, azt nem mondám, hogy áttudományos, hanem hogy ez pontosan az, amikor ha el akarsz valakit taposni, ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka, úgy is elfogad. Tehát gyakorlatilag tényleg az látszik most, hogy a WHO-tól kiindulva, de az is lehet, hogy a WHO csak eszköz,
de itt valaki nagyon-nagyon betojt a gatyába. És azt is hallottam, hogy ugye mi itt állandóan sopánkodunk, hogy milyen kevesen írták alá az FV felhívást. Az uniós vezetők szerint sokan írták alá, tehát ők döbbentek meg a legjobban, hogy hány aláíró van Európában. Hát ez jó pofa, ez a rádöbbentek, de azért meg is nyugodtak, hogy csak ennyi, és nem értük még el a szintet. Figyelj, de én ezt nem gondolnám egyébként, hogy mondjam, a részükről alaptalannak ezt a félelmet. Ha az ütem így gyorsul, az e-cigaretta felhasználók köre így bővül, ahogy most bővül, akkor azt gondolom, hogy a következő évben ez akár sikeres is lehet, és arra kényszerítheti az Uniót, hogy újra tárgyalja a direktívának az ide vonatkozó részét. Amennyiben ezt megteszi, akkor már egy óriási nyomás alatt áll, és ez pontosan az a helyzet lesz, amikor már nagyon-nagyon sok ember föl fogja ismerni, még ha nem is érdekli az e-cigaretta, még ha nem is dohányzik, még hogyha életében se dohányzott, de nagyon sok embernek el fog jutni akkor már a tudatáig az, és én azt a pillanatot várom, amikor majd a sajtó is már szenzációként fog erre a dologra tekinteni, és egyre inkább át fog állni azoknak az oldalára, akik azt mondják, hogy ez így nem mehet tovább. És hogy miért vesszük el a jogot azoktól, akik esetleg egy jobb életet akarnak élni, miközben megtartják a nikotin bevitelt, mint nem tudom én, passziót, vagy keftelést. Tehát ahogy te borozol, vagy pálinkázol, vagy sört iszol, miért ne fogyaszthatná nikotint? És miért kell neked a nikotint úgy fogyasztanod, ahogy tudod, hogy a halálodat fogja okozni? Miért nem lehet ezt egy egészségesebb módon megtenni? Tehát itt azért nagyon érdekes dolgok vetülnek. Úgyhogy én ebbe Hát ez bízom. pont olyan fontos kérdések, mint hogy nem tudom, ismered-e drótos kereszt, mert hogy drótos kereszt a csillagokat akarta látni, de lusta volt kimenni a kocsmából. Nem az a kérdés, hogy ehhez miért vágta fejbe magát egy falazó téglával, hanem mi a francért hord egyet a kabátja zsebében. Épp volt nála egy tégla. Dicsértessék! Ez volt ez téglafüggő. Van ilyen. Van ilyen. Ez volt Van. a fétise. A fél tégla. Legolcsóbb kábítószer, most ne haragudjál. Azért. Na, szóval én azt látom, hogy most már azért lassan körvonalazódnak az állások. Ez egy álló háborúvá nőtte ki magát, és ugye eddig nem nagyon lehetett tudni, hogy ki mit és hogyan reagál, de kibújt a szög a zsákból, előjött a medve a barlangjából. Nagyjából látjuk, hogy is állunk, kivel és hogy állunk, és a bürokraták merre hajlanak. Hol van vákum, vagy merő fúj a szél, vagy nem tudom én, hol zörög a haraszt, és nem fújja a szél. És erre egy nagyon-nagyon egészséges polgári reakció lett a válasz, ami egy európai demokráciában abszolút megengedhető. Abszolút megengedhető. Amennyiben nem, akkor az nem európai és nem demokrácia. Úgyhogy ez valahol az unió és az európai demokrácia vizsgája is, hogy mit fog velünk kezdeni az unió. Én legalábbis ezt látom. Levezetésnek kis könnyed téma.
nem tudom, nézted, de kiraktam ma a Provári P3 beta sneak peekjét, Ó. úgyhogy egy ilyen 20 perces szösszenet csak, hogy mindenki kedvet kapjon hozzá, hogy milyen az új, hogy néz ki. És sikerült lemerítenem egy lila efesztet 2 volt alá, és visszajött az élők sorában, 4,2-ön van, most nézem. Gyanús volt nekem, hogy nem jön a gőz, nem jön a gőz, mi van ezzel? Mondom, már csak kicserélem. Aztán ez lett belőle. Nekem volt már ilyen, hogy mehába meg tudtam térdeltetni 2 volt környékére, de nekem ez az XP1-es töltőn van. Gyönyörűen visszahozta a hamvába holt akkumulátort. És vajon változtatni fog-e a provárin? Mire gondolsz, melyik részére? Hát szerintem itt azért nagyjából egységesen kritizálta meg a bétát a Vaper társadalom. Nem kérdeztem meg a Oszit, de állítólag volt valami vevői elégedettség felmérés, nem tudom én magyarul, hogy hangzik jól ez a cím, de volt egy kérdőív, amit ők kitölthettek, és ezt vissza is juttatták, és azokat, amiket említettem Oszinak, nagyjából ugyanazok voltak a meglátásai, és ő ezt be is írta, be is x-elte, úgyhogy érdekes, érdekes, kíváncsi leszek, hogy mi fog változni a végleges verziót a Golden Masternél, mert ez így nekem nem. Tehát olyan dealbreaker dolgok voltak benne, ami miatt én azt mondtam, hogy nem kéne ez. Inkább egy jó kis ganajtúró. Vagy a Dani, Vagy a Dani. ha már Igen, Garivatról beszélünk. nekem most az egyik ilyen készülék, amire azt mondanám, hogy Az a hú-hú. Szent Grál. Hát nem a Szent Grál, mert én már lassan több mint egy éve csak mehát használok, tehát ha most egy évig nem lesz még Danim, akkor is valahogy túlélem én ezt a dolgot, Hát lehet de anélkül élni, tudod, hogy nincs varivat eszközöd, de minek? édes vagy, Charlie. Múltkor átjött a Gergő, és valami miatt nem is tudom már, pont az ájjal játszottam, és meháról kezembe vettem az ájt, és olyan ideges lettem, hogy nem ízzít, nem ízzít. Hát persze, ha az alját nyomod az ájnak, az nem nagyon fog ízzítani. Jönnek ezek a berögződések, de inkább csak megmosolyogtató. Véres A láncid. svájci bicska az miről szól, Charlie? A Az egy svájci bicska, a cikk svájci bicska. gyűjtemény vagy? Hát a svájci bicska egy olyan készülék, ami többféle funkciót ellát. Mire Azt gondolsz? tudom, tudom. De ide tetted a show notes-ba, én ezt megmondom Azt a őszintén, Krisztián hogy tette oda szerintem. tudományos svájci bicska, és ahogy elnézem, itt ezt mindenféleképpen tegyük ki a podcasthez. Ez egy olyan cikkgyűjtemény, ahol mindenféle, ha jól látom, de mondta nem így Hát látom. ez, én nem is cikkgyűjtem, én ezt nem merném cikkgyűjteménynek, ez olyan hosszú és összeszedett történet. Történet, igen. Igen, én is Van átpörgetem egy itt a... hivatkozás rész a végén, Hát ami nem kevés, mert a 8. ami oldalnál nem indul, kevés, igen. és 40... Hetedik oldalon indul, Charlie. 7. oldal és a És a 10. tart, 46 pont benne. 46. Ugye nem meglinkelve a dolgokat, hanem ezek az esszéknek vagy az írásoknak a címei, és hogy ki csinálta.
Ez valóban egy ilyen tudományos svájci bicska. Ez a quintesszenciája. Ezt lehet, hogy engedélyt kérünk, nem tudom, ezt kiedzi a fordításhoz, mert ez hasznos Várjál, lehetne. melyiket akarod lefordítani? Mert ugye itt gyakorlatilag az első pár oldal az csak felvezeti ezeket a passzusokba szedett linkeket, az meg valami reménytelen mennyiségű anyag. A Feri nekünk gyűjti egyébként, tehát neki van egy angol nyelvű cikkgyűjteménye, amit be fogunk tenni a podcast alá, mert egy igen remek gyűjtemény arról, hogy hol lehet elérni az e-cigarettával kapcsolatos pozitív, illetve negatív cikkeket. És mi azt annak is szánjuk, hogyha valahol valaki valamire hivatkozni akar, akkor azt ott könnyen és frappánsan megtalálja, de már több Jó, mint hát egy éve. akkor viszont annyit, hogy azt tedd már be a show notes-ba, mert ezt mindig nagy arcúan Mindenféleképpen. benyögitek, hogy majd rakjuk be, aztán letesszük a vonalat, bontjuk, és utána ott maradok egyedül az írással. Jó. Ezt mindenféleképpen vissza fogom keresni, mert átküldte nekem, de be is fogom linkelni neked. Úgyhogy, na hát, sajnos ez a hét se úgy alakult, ahogy szerettük volna. Hétfőn voltam Romániában, Temesváron. Meglátogattam egy e-cigaretta szaküzletet odakint, illetve hát keresnék kapcsolatot a Romániában nincs egyesület. Nekik is van egy fórumuk, aránylag közel vannak hozzánk, és ugye azt mindenki látja, hogy igen-igen kevés az e-cigaretta, az F-vis aláíró Romániában. Ez egyébként nem véletlen, mert Romániában egyáltalán nem érződik se a dohányosok üldözése, se az e-cigarettások bármilyen nemű megkülönböztetése. És bárhová bemész, például bárhol lehet dohányozni, mindenki ott szívja, akarja, még nincs trafikrendszer, nem is tudom, bemész, és akkor elképedsz, hogy a játékok, meg a nem tudom én, babaruhák mögött ott van a polcon a dohányárú, szóval Ez egy kibaszott nagyon vad nyugat. az egyébként, tehát De egyébként segítek neked ebben, mert más témában én nagyon sokszor összetalálkoztam már ezzel a román-magyar helyzettel, és például vannak olyan sportolók, akik átjöttek hozzánk űzni azt a sportot, mert otthon nemhogy nincsen egyesület, szakosztály, semmi nincs, ami összefogná őket, és egyszerűbb nekik Aradról, Romániából fölautókázni Budapestre, Kiskunlacházára adott esetben, vagy Kunmadarasra, oda-vissza, megcsinálják ezt 10-15-en, mint otthon bármit is szervezni. pedig, hogy mondjam, szóval nekem ugye az emberbe él egyfajta kép arról, hogy román, nem Már tudom, hogy az a nekem kép él, nem mered kimondani, hogy mindenki azt mondja, hogy nem, hogy nem merem, egyszerűen bárkit a nemzetiségi hovatartozása alapján megítélni, az nálam bűn. Tehát én nem szeretem ezeket a sztereotípiákat, mert mindenütt vannak büdösek, koszosak, hülyék, okosak, nagyszerűek, primitívek. Tehát basszus, hát nem lehet így besorolni embereket. Persze
tudod, van ez a ferdeszemű sárga sajtzabáló, vagy csigaevő francia, vagy nem tudom, Igen. de gulyás magyar, tehát ezzel nincsen semmi probléma, csak ezeket a fajta sztereotípiákat nem szeretem, és azért az emberben önkéntelenül benne élnek ezek a dolgok. Hát én megmondom őszintén, Temesvárt én úgy gondoltam, hogy ez egy, hát ez egy Szegedtől kisebb város. De amikor kértem, akkor döbbentem rá, nem, ez kétszer akkora, mint Szeged. Kibebaszott metropolisz. És valami eszméletlen módon közlekednek, és iszonyú szűk, tehát nem úgy tervezték meg a várost, mint mondjuk ugye Szeged az árvíz után épült újra szép nagy körútakkal, sugárutakkal, átlátható közlekedéssel, hát Temesváron nem ez volt, de rettentő segítőkészek voltak az emberek, mindenkivel jól el tudtam beszélgetni, akár magyarul, akár a sajátos angolságommal, vagy kézzel lábbal mutogatva, senkivel semmilyen problémát nem okozott a dolog. És egy dolgot vettem észre egyébként, hogy ami engem megdöbbentett, hogy a mellékutak sokkal jobb állapotban vannak náluk, mint nálunk. Hát ez is egy sztereotípia, tehát igen, meg ők is megelőztek minket, Az meg nem, azt szélesebbek az utak, meg jobbak, de nem, azért nem nem, nem, mindenhol úgy szé, van nem, ez. széles, nem szélesebbek az utak, Nem de jártál akkor még olyan helyen? ezen a részen ott biztos, hogy jobb állapotúak, vagy újabbak, vagy felújítottak, vagy nem tudom, hogy kéne ezt mondanom, vagy jó, nagyon jó kátyúznak, és sokkal, de sokkal nyugodtabbak. Lazábbak, nyugodtabbak, nincs bennük ez a fajta görcsösség, Megint ami fölbasztod az bennünk agyam. van. Mert Láttam egy videót a héten, a magyar embernek a sajátja a kátyú. Nem a kátyú, bocsánat, a csatorna fedél, ami sosem az sáv közepén van, hanem mindig valamelyik kereked alatt. És mindig kurvára tönkreteszi a futóművedet. ez tuti. És bazd meg, láttam egy videót, hogy a németeknél ezt hogy csinálják. Bazd meg, oda megy két ember, tudod, ez a szájba kúrt német precizitás. Bóját letesz, körbe egy gépet rárak bazd meg a csatorna fedélre, És azt lemarja a te tetejét hülye alatt. vagy, ne, hát ez nem úgy bazd meg, körbe marja, milliméter pontosságra fölhúzza a csatornának a belső gyűrűjét, és valami négy vagy öt vagy hat munkafázisban, folyamatban lecsiszolja, körbeönti, hagyja, hogy megszilárduljon, majd a végén a millimétert is még jobban beállítja, leveszi, bójákat elteszi, és kész. És átsuhansz a csatorna fedélen. Hát szóval, bazd meg, hogy mindenhol máshol lehet csatornafedelet építeni, normálisan az aszfaltba, csak Magyarországon nem. Már csak ezért megérné, hogy emigráljon innen az ember. Figyelj, szomszéd faluba csatornáztak, most fejezték be a csatornázást, tehát az út az úgy néz ki, mint egy ilyen iszonyú szürrealista saktábla, értem, mert csak ilyen foltokba javítottak. Volt olyan csatorna fedél, amit háromszor raktak újra, lerakták, és másnapra lesüllyedt. Figyelj már, hát ahogy az M3-asról kanyarodik az ember a szemét égető felé, nem azért, mert kurvázni akar menni, mert ott már nincsenek kurvák. De ha arra Csak kanyarod... hogy tisztában legyünk vele, Igen. értem. Ott nagyon szépen és finoman meg tudod állapítani, hogy hány éve és hány brigád és hány alapanyaggal dolgozott, mert ott van fekete aszfalt, kicsit sötétebb szürke, kicsit világosabb szürke, fehér, beton, négy vagy öt anyagot, és persze ezzel együtt jár, hogy négy vagy öt szintet meg tudsz állapítani az úton. Botrány. És hát hallod, én azt hittem, hogy ez valami vicc. Leégett a Kodály körömnél az a nagyon régi műemléképület. Azt vágod?
az egész Igen. tetőszerkezet. Igen, igen, Hát igen. tegnap előtt mi történt? Az a daru, amelyik a bontásért felel, bazd meg, a gémje letört, leszakadt. Ezt végig gondoltuk? Tehát van egy épület, ami rommáig, azt újjá akarjuk építeni egy szargéppel, vagy valaki hibázott, tök mindegy, és ledől a gém. És megint lezárjuk a Kodály köröndöt. Csodás! Engem, mikor voltam fönt Pesten, milyen nap van ma szerda? Tegnap. Tegnap voltam Csepelen, az egyik laborba, és utána átmentünk a Robert Károlyra. Hát ami ott van, apám, tehát aki ezt kitalálta, Egyes hogy villamos? igen, Hoho, az valami, nem jártál az még a valami. Lágymány, vagy mi Rákóczi híd környékén. Ugye én ott dolgozom a budai oldalon. Az valami A durva. villamos síneket ugye középen az eddig füvesített részt fölbontják. Az ős, hát nem ős fákat, csak 10-15-20 éve voltak ott a fák, kivágják. A hangszigetelő falakat, ami az épülettől 3-4 méterre van, lebontják. Mit várunk? Megértünk a pusztulásra. De az is tetszett, hogy Szegeden például, amikor felújították a villamos pályát, azt a pályaszakaszt, ahol csak két sáv volt az út jobb és bal oldalán, ott a villamospályát úgy újították fel, hogy a buszoknak ki- és behajtó van a villamospályára. Tehát gyakorlatilag a buszok tudnak a villamospályán közlekedni. Ahol volt három sávot, befüvesítették a villamospályát, mert ott nyilvánvalóan elfér a buszsáv. És most, ahogy nézem ezt a villamosépítkezést, volt, ahol ugye volt is ebből balhé, hogy ráhajtott a busz a fűre, azt beleragadt, mint állat Pesten, illetve ahogy néztem, hát ha az építkezésnél lefoglaltak egy-egy sávot, meg még kijelöltek egy buszsávot, Az. és maradt a kocsiknak két sáv, hát az valami halál. Nem is tudom, ez akkor közlekedtem ott így, amikor De még a egyébként ez a kamionokban tipikus voltak a birka magyar. felújítások. Mentem hazafelé, és pont a Népligetnél megszűnt a lezárás. Átadták ugye a vill hát nem adták még át, de átadták, már odáig közlekedik. Az az egy leszűkített sáv, az eltűnt. Még fönt van a buszsávnak, tudod, ez a sárga szaggatott vonala, de a tábla már nincs kint. Mit csinál a birka magyar? Üresen hagyja a sávot. Csodálkozunk, hogy dugó van. Ott is menni kéne emberek. Bor, tehát most egy aránylag káosz lett Pest, pedig mikor kitiltották a kamionokat, egész jól lehetett haladni végig. Hát ez van. Kinek a pap, kinek a papné? Túl az 1 órán, zárjuk le ezt, mert aztán még megint megszokják a jót az emberek. Igen, pedig ugye már a dupla podcastet ígértünk, de Hát hát azt. ketten csak ennyire voltunk képesek. Hát dupla lett. Az Dupla első lett, az fél órás volt. dupla lett, mert az első, meg hát dupla lett, meg ketten voltunk, tehát még mindig jobb, mint hogyha magaddal beszélgettél volna. Jövő héten reméljük már Krisztián is tudja, hogy csütörtök van, és nem szerdán fog minket várni ezzel ellentétben. Olvasgassátok szorgalmasan az internetes oldalakat, és mindenkinek kívánok gőzökben gazdag, boldog vapernapot csütörtökön. Így jó? Jó lesz, csak még az adásnak a nevét találjuk ki. Hát Vapor Day. Az túl gyenge, azok nem mi vagyunk. Az túl gyenge, azok nem mi vagyunk. Akkor nem tudom. Igazolatlanul távol. Igaz, ó, nagyon jó, nagyon jó. És ha ránézel majd 1-2 év múlva az adásmenetre, tudni fogod, hogy Hogy Mujó nem volt Krisztián itt. nem volt itt. Igen, és ez miatta.
Jó, tehát akkor igazolok, És tanultál volt. így van, és innen is csókoltatjuk Kit? Krisztiánt. Ja, hát én inkább Nem, a nem, Dudát, nem. hogy hozza be nekem a modot, de jó, akkor a Krisztiánt. Jó, oké. Maradjunk Azt ennél a hittem vonalnál. máshova akarsz kiukadni. Nem, Á, én nem. Hát én nem az a nem, srác vagyok. nem, nem. Na, egy élmény Hát volt. egy élmény volt. Szia! Sziasztok!